Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen. Ahogy látjátok, én nem más vagyok, mint itt az autóban. Kint csodaszépen süt a nap, próbálom mutatni. Egy felhő nincs az égen, amúgy itt vagyok a ház előtt, épp hogy csak kiálltam az autóval a idnét a garázsból, és megyek felvenni a Lucas-t, a szüleimet. Ugyanis mondom, mi történt. A Lucas-t át szeretném, nem átverni, egy meglepetést szeretnék neki csinálni. Ugyanis egész héten mondtam a Lucas-nek, hogy a hétvégén, a mai nap el fogunk menni megnézni egy kiállítást. Ez még nem más kiállítás lesz, mint festékkiállítás, szőnyegkiállítás, és én ezeket meg szeretném nézni. A Lucas-t ugye egyáltalán nem érdeklik a festékek, a szőnyegek. Ezt mondtam neki, próbáltam átverni, hogy legyen neki egy meglepetés, ugyanis nem más megnézni, mint egy Marvel kiállítással, ahol ott lesz a Hulk, az Iron Man, ugye ezek a figurák, és ezek a figurák a filmből valóak, tehát ilyen kellékek, meg hasonló dolgok. Még én sem láttam, hogy pontosan mi van ott, nem tudom, de a Lucasnek ezt nem árultam el, gondoltam, hogy legyen neki meglepetés. A Lucas jelenleg ugye a szüleimnél van, ugyanis ott volt tegnap este, most megyek el felvenni, és ő jelenleg még úgy tudja, hogy szőnyegkiállításra megyünk, meg festékkiállításra, ugye mivel én festő vagyok, mondta neki, hogy megpróbálom nézni ezeket a festékeket, mert biztos nagyon érdekesek lesznek. Úgyhogy én remélem, hogy sikerül ez az átfedés, nem is átfedés, inkább meglepetés, és rettentően meg fog neki örülni. Ugyanis egész héten mondta, hogy nem akar velem eljönni, mert unalmas lesz. Mondta neki, hogy nem lesz unalmas, ez jó kiállítás lesz, de nem akart elhinni. Na mindegy, nem húzom tovább az időt, megyek, és felveszem a Lucas-t meg a szüleimet, és megyünk Brisbane-be. Körülbelül egy olyan 40 perc, 45 perc vezetése van mi tőlünk. Hogy egész pontosan hol van, nem tudom. Ugyanis meg kell találni, valamilyen múzeumszerű valamiben van ez a kiállítás, de beütöm a GPS-re, és biztos, hogy oda fogunk találni. Látod, egy felhő nincsen sehol se szinte, az a jó ebbe a téli időbe, hogy egy kicsit hideg van, de alig vannak felhők, főleg ebben júniusban. Július körül lehet, hogy lesz egy kis esőzés, ugyanis olyankor szokott lenni, de ilyenkor júliusban ilyen szép az idő, annyi, hogy hideg van. Jelenleg 21 fok van, az éjszak nem volt olyan túl-túl hideg, olyan 13 fok lehetett talán. Ugye az a baj ezekben a házakban, itt Ausztráliában, hogy egyáltalán nincs benne szigetelés, nincsen benne fűtés, semmiféle fajta fűtés, és azért érezni ezt a 10-12 fokot is hidegnek. Ilyenkor napközben ilyen szép az ide, hogy mutattam nektek. Úgyhogy most elfordulok jobbra, körülbelül egy 2 perces odaérek a szüleimhez, aztán megpróbálom majd lefilmezni a Lucasnek a reakcióját, hogy mit fog szólni, mikor elárulom neki, hogy nem festékkiállításra megyünk. Nem tudom, mikor áruljam el neki, mikor odaérünk, vagy még az autóba. Ma meglátjuk. Megérkeztünk, itt vannak a szüleim, ott van a Lucas hátul. Szervusz! Készen vagy a festékkiállításra? Ja. Megnézzük a festékeket a hajóhoz, megnézzük a szőnyegeket, ugye? Ja. Rendben van, amúgy itt egy sötét van itt a parkolóba, és át kell menni ilyen valami alatt. Ami rettentő sok autóban, mindenki ilyen a festék kiállításra. Te fogod kiválasztani, melyek festéket vesszük meg, jó? Nem. Miért? Na megparkolunk, aztán bemegyünk. Megérkeztünk, ide leparkoltam a parkolóba. Rettentő sokkal jönnek be, komolyan mondom, a Lucas még mindig nem tudja, úgyhogy most mindjárt elárulom neki, hogy miért jöttünk ide. Azt mondta, nézd, ott van a Marvel kiállítás, ezt mondta, hogy menjünk, nézzük meg. Mondta neki, hogy talán legközelebb, most nem, mert festékeket fogunk nézegetni. De azt mondta, legalább a posztert nézzük meg. Mondtam, a posztert max megnézzük, menjünk. Kész vagy? Kész vagyok, de a lábam. Mi van a lábodra? Elzsibott a lábad. Na merre megyünk? Arra? Na mi van ott? Ott a poszter. Ezt akarnál majd megnézni? Meddig? Most! Szeptember 3. Mostan van, de vége ez 3. szintén. Mindegy, most megnézzük a festékeket, és max visszajövünk egyszer, jó? De most jövünk. Ja, de most nincs időnk, mert nem tudjuk megnézni azt. Festék kiállításra lesz meg a szőnyeg. Jó? De tudod, hol tartunk. Hova megyünk? Egyenesen, úgyis megkérdeztük, és azt mondták, hogy egyenesen kell menni arra felé valamerre. Amúgy itt van mindenféle fajta kiállítás, például ilyen. Nézd, ez egy festés kiállítás, látod? Aztán itt vannak ilyen tengeri kiállítások, ilyen állatok is. És oda át kell menni valahol szembe, azt mondták, hogy ott a City arra felé. Azt már le kell menni a lépcsőn. Lucas, valamit el kell, hogy mondjak neked.
nem festék kiállításra jöttünk. 7, 6, 5, 4, 2, 1. Marvel kiállításra, te! Nem tudom. Én csak kapni, köszi! Jó meglepetés van? Hogy tetszett? Jó. Jó. Körbementünk, nem tart olyan túl sokáig. Én azt hittem, hogy tovább fog tartani. Körülbelül mennyi 40 percet voltunk benn. De megnéztünk mindent, egy órát. Ott voltunk benn. Amúgy jó volt, mindenféle fajta figurát láttunk, meg miket láttunk? Még minden, hogyha a készítették. Mindent. Régi komikok. Úgyhogy most nem más csinálunk, mint lesétálunk ide a folyóhoz. Itt vagyunk lent Brisbane-be, ott a city, ugye be a városa túloldalt. Körbenézünk itt egyet, megmutatom nektek, hogy hogyan néz ki. És utána nem tudom, hogy valamerre biztos, hogy lehet, hogy visszajönjük az autó. Sétálni haza? Sétálni, persze, sétálunk hazafelé. Oda lesétálunk a vízre. Aztán körbenézünk egyet. Van itt egy park, lehet futkarászni. Arra megyünk, ugye? Arra megyünk. Lejöttünk egyet ide a partra, ott van a belvárosa túloldalt, és ami ott szoktunk jönni autóval, Lucas. Ezt szoktuk látni. Ott jön egy hajó. Ja, a szüleim meg nem tudom, hol a mama meg a papa, hol eltévedtek, úgyhogy anyukám nem tudott lejönni onnét a fűbe, a magas sarkuba, úgyhogy körbe jönnek valamerre. Arra fogunk átmenni? Előbb megvárjuk őket, hogy hol vannak. Nem is látom őket, te látod őket? Valamivel eljöttek ott bal oldal, de én azt mondom, hogy nem lehet ott lejönni. Itt? Ja, voltunk. Ott a túloldal, ott szoktunk autóval jönni, inkább oda szoktunk bejönni a belvárosba, a sétáló utcába, emlékszel rá? Ott szoktunk megállni autóval, és amit át lehet sétálni ott a hídon. Ott a híd. De valószínűleg most arra fogunk elmenni. Lucas! Nézd, itt jöttünk reggel, ott mutattad nekem azt a képet, ott szemben látod azt a poszter, hogy meg kellene nézni ezt a kiállítást. Mi? Akkor mondtam neked, hogy majd talán legközelebb, most festék kiállításra megyünk. Te, annyi autó volt itt reggel, mindenhol állt a sor. Ahogy elnézem, most is jön egy-kettő, de nincs sorba állás. Most valószínűleg arra visszasétálunk az autót, aztán elindulunk hazafelé, gondolom. Hozzáérkeztünk, legalábbis én, a Lucas elment vissza a szüleimhez. A Davis közben felébredt, ugyanis ott egyet. Mi a helyzet? Mi? Mit nézel? Nézzünk valami mesét a tévében. Mit? Ja, ajjaj te!
ezt a mesét nézzük, és jelenleg nem más csinál, mint készülődünk, ugyanis el kell menni a boltba, kell venni ugye a szokásos dolgokat. Énkor vasárnap elmegyünk átlább, ilyenkor csinálunk ilyen nagyobb bevásárlást. Ahogy a víz, látod, elkezdesz feljönni, ilyenkor a szemetet elviszi. Ja, és oda kirakta egy pár szemetet, de átlább, mikor így feljön a víz, így az összes szemét így kitisztul szépen, és szép. Amúgy estére fog most valószínűleg lemenni. A csónakommal még semmit nem csináltam, de szerintem most már nem is fog. Még mindig itt fekszik a parton, ahol felálltottuk. Nem hiszem, hogy el fog burulni, hogyha jön egy nagyobb szél, ugyanis azért elég nehéz. Tehát nehéz volt felhúzni apukámmal, ugye ketten. Mivel nincsen utánfutónk, próbáltunk berakni alá ilyen csöveket, nem próbáltunk be, és raktunk ezt a csöves csövet. És azon húztuk meg ezen a racsrison, ugye jött felfelé, aztán kiraktuk a füre. Valószínűleg kell valami majd csinálni, majd utánfutót neki, ahogy mondtam. Úgyhogy én azt hiszem, hogy húzom magamat, legalábbis a fősőmet, és elmegyünk azt után, másra fogunk elmenni, mint a szüleimhez. Felvesszük a Lucas-t, és jövünk haza. Megnéztem a csak a tükörbe. Az a baj, hogy ez a lámpa, hogy egy lámpa is nem működik. Vagy ki kell cserélni benne az égőt, vagy ide kell rakni egy másik lámpát, és mikor porosztálkozok, mindig próbálom magamat nézni, és alig látom benne. Ugyanis sötét van. Ez egy lámpa van itt fönt, az a nagyon pici sárga, ami nem sokat csinál. Max, hogyha kinyitom ezt, mert ott az ablak ugye. De az a baj, amikor kilépek az zuhanyból, és ugye nincs rajtam semmi, se azt pedig felhúzom, akkor a szomszéd pont belát. Ugyanis úgy csinálták meg azt az ablakot, mutatom neked, hogy nem sötét tették le, vagy semmit nem csináltak vele, tehát hogyha felhúzom, ott az utca. Látod, mindenki látja, hogy itt állok mondjuk mesztelenül. Mondjuk most nem mesztelenül állok, de látják. Meg a szomszéd is. Már nem hiszem, hogy nagyon nézeget a szomszéd, de várjál, lehúzzuk ezt a reluxát, nem is reluxer ezt a rollot. És megyünk. Megyek, közben hívott Davis. Itt vagyok! Megyek, te! Hol vagy? Itt vagyok. Mi a helyzet? Mi történt az okniddal? Anya, mi történt? Hol az okni? Leesett a lábadról? Gyere, menjünk, keresünk neked a kegyet. Mennyi? Eddig volt az oknid? Gyű. Hova? Hozunk neked egy új zoknit. Nézd, mi történt megint a szobában, látod? Ez este rendben lett rakva, most megint ki lett burítva. Gyere, bemegyünk oda hátulra. Jössz, hogy a mami hozza már a zoknidat? Táncolunk egyet közben? Hátrafelé, azért mert én is hátrafelé megyek, neked is hátrafelé kell. Gyere! Mindig mindenben próbál utánozni. Várj, hol ez a zokni? Nézd, találtam neked zoknit. Ez jó lesz ez a zokni? Ha? Tessék, fel tudod venni? Még nem? Nem, a mami is hozott neked zoknit. Na, jó, akkor nem ezt a zoknit, akkor azt oda berakjuk. Ezek lehet, hogy a nagyobb zoknik, ugyanis van neki nagyobb zoknia. Mit csinálsz? Üdj le gyorsan oda az ágyra, húzunk zoknit és megyünk. Jó? Készen vagyunk. Mondtam a Davisnek, ha fázik a keze, rakja a zsebre. Látod? Így. Úgy. Látod? Ha fázik, oda belerakod és nem fog fázni. A gyerek, kimenjünk, addig még a mami elkészül, jó? Kinyitjuk a ajtót és vigyázzunk, hogy nehogy véletlenül valamiért rálépjünk valami kígyóra. Mint múltkor, mikor kijöttem valamikre azóta, mondtam, mindig nézelődök, hogy hova lépünk. Ott van egy. Az a szerencsé, hogy az kőből van. És nem bánt minket. Nem, ez nem fa, ez ilyen virágocska vagy valami. Kulcs, megvan a kulcs. Ki kell vinni a szemetet. Várjál. Először kinyitjuk az ajtót. Mit? Ja, na gyere, nyissuk ezt az ajtót. És beülünk az autóba. Hozzáérkeztünk! Gyorsak voltunk, és nem voltunk gyorsak, de semmit nem filmeztem, még vásároltunk. Semmi érdekes nem történt, és nem vettem erre a kamerát, elmentünk a szüleimhez, felvettük a Lucas-t. Szervusz! Na mi a helyzet? Semmi. A Lucas, a Davis-nek haja, nézd, le lett vágva. Anyukám levágta neki, legalábbis próbálta. Sikerült nagyjából, de ugye mozog, és nehéz vele. Csak játszanak és sikolgatnak. Nehéz ugye vágni neki a haját, mert mindig izeg, mozog. A nap, mutatom, kezd lemenni. Látod, ilyen szép a kilátás. Amikor megy le a nap, akkor ilyen szépek a színek, legalábbis a kamerán szépek a színek. Én úgy látom az LCD-n. Ez jönnek a kacsák megint, látod? És arra megy lefelé a nap. Most lehúzom a függönyt. Már nem hiszem, hogy nagyon belátnak. Ó, nekimentem ennek a szülőkének. Nem hiszem, hogy nagyon belátnak.
Max a szomszédok itt, de nem hiszem, hogy nézegetnek. Mindig leszoktam húzni, mert így felkapcsoljuk a villanyt akárhol, és mondjuk filmeszterül rohangálok körbe, akkor meglátnak. Na várjál, ezt lehúzzuk. Aztán kérdésre szeretnék gyorsan válaszolni. Ugye mondtam, hogy már fel fogom olvasni a leveleket, és fogok válaszolni a kérdésekre, valószínűleg meg fogom tenni majd valamelyik videóban, ugyanis most sok időm nem volt. De ugye mondtam tegnap, hogy megérkezett a tél, és hideg van, napközben 20-22 fok van, éjszak olyan 10-12, és többen írták, hogy ez nem is hideg. Nálunk a télen az a 20 fok nem olyan, mint nyáron a 20 fok, tehát télen a 20 fok hideg. Hogy a kimész, nem olyan túl hideg, hogy meg fogsz fatni a 20 fokra, hogyha nem süt a nap, akkor azért lehet fázni. Tehát ez a 20 fok nem olyan, mint Magyarországon az a 20 fok, vagy mondjuk nyáron, mikor nálunk nyár van, és akkor van 20 fok, vagy tavasszal. Ugye más, hideg. Éjszaka a 10 fok, 12 fok, néha 8 vagy 5-6 fok, hideg. Tudom, hogy Magyarországon van mínusz 20 fok is néha, de gondold el, hogy egy olyan házba laksz, mondjuk, mint ez a miénk. És itt a házak nem úgy épülnek, ugye, mint Magyarországon. Ez itt gipszkarton, ez nem tégla, ez a B30-as vagy 40-es, vagy milyen téglát használtak régen Magyarországon. Tehát ez gipszkarton, amin átjön a hideg, de főleg az ablakon jön át a hideg. Ez egy sima egy rétegű ablak, hát nem ez a dupla ablak, mint Magyarországon, hanem egy ilyen sima egy üveg. És ezen rettentően átjön, nézd, látod, mindenhol körbe üveg, mindenhol a szobában is tele van, és átjön rajta hideg, nagyon is átjön rajta hideg, szigetel és nincsen, fűtés a házakban egyáltalán nincsen, tehát ezek házak nem olyanok, mint Magyarországon, ugye, hogy be vannak szigetelve, vastag tégla, és teljesen más, tehát próbálj meg egy ilyen házba aludni, és megtudod, hogy hideg van, hideg tudni néha éjszakánként lenni, én kettő takaróval takarózok, de volt régen, hogy a régi házban elgondolkoztam rajta, komolyan mondom, még sapkát is kellene húzni, mert fázott a fejemnek a teteje. Úgyhogy más, de egy videón úgy sem tudom elmagyarázni, hiába mondom én nektek, vagy akárkinek, hogy hideg van, mert meg lehet fagyni. Egészen addig még a kis sötétültem, vagy elsötétültem. Egészen addig még át nem élitek, vagy át nem érik ugye ezek az emberek, hogy ez milyen. Tehát nem tudok sok mindent elmagyarázni egy videón keresztül, hiába mondom, hogy nézd, ilyen a víz, ilyen az íze, vagy én nem tudom ugye. De más, tehát én próbálom mondani ugye a videókon keresztül, de sok mindent nehéz, egészen addig ugye még át nem élitek. Na mindegy, úgyhogy megnézzük, be van a zárva az ajtó, éjszakára be szoktuk zárni, már nem hiszem, hogy valaki bejött volna, vagy be akarna jönni. Ugye ezt a mai videót én itt most itt lassan befejezem, és semmi érdekeset nem fogunk csinálni, meg fogunk vacsorázni. Nézzünk tévét, és elmegyünk aludni. Gondolom, holnap kezdődik egy új nap, megyünk dolgozni. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, hónapot, jó reggelt, jó estét. Szeretnék kívánni attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!